Jótékonysági árverést rendeztek a Regőci Alapítvány által támogatott COVID-árvák javára. Az aukción olyan tárgyak kerültek kalapács alá, amelyeket Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége Herceg Anita külföldi útjain és hazai találkozásain, látogatásain kapott ajándékba az elmúlt 10 esztendőben. A témát Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, Herceg Anita a vendégem, a Regőci István Alapítvány kuratóriumi elnöke, az alapítványnak a kuratóriumi elnöke, mely a koronavírusos árvákat segít. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük talán az aukcióval, mert korábban már volt egy kiállítás, ahol a felajánlott tárgyakat meg lehetett tekinteni, aztán jött az aukció. Egy rövid összefoglalót kaphatnénk erről. 222 tárgy került most kalapács alá. Nagyon vegyes képet adtak így együtt az ajándéktárgyak, a világ minden tájáról kaptuk ezeket, vagy mi utaztunk külföldre, és a vendéglátóktól kaptuk, vagy az ideutazó delegációvezetők hozták. Több mint 4 órán át tartott az árverés, nagyon izgalmas volt a számomra is. Ez a hosszú idő, ez azt jelenti, hogy nagyon intenzív és sok licit, hosszadalmas licit eredménye volt ez a 4,5 óra. És hát bőven meghaladta várakozásainkat, hiszen több mint 18,5 millió forint jött össze, természetesen ebből nekünk még vannak kiadásaink, tehát ez nem a nettó bevétele az alapítványnak, de így is nagyon örültünk neki. Az alapítvány mikor elindult, talán másfélre, jól emlékszem? Körülbelül most már kicsit több. Igen. Akkor olyan 3-4 vagy 500 olyan gyermekre gondoltak, olvastam több nyilatkozatát önnek is, és kedves férjének, hogy volt köztársasági elnök úrnak is, hogy ez a szám ennél már jóval nagyobb. Igen, sajnos ez folyamatosan emelkedik, és most már meghaladja az 1300-at azon gyermekek száma, akiket az alapítvány támogat. Tehát még az is lehet, hogy ennél is magasabb a számuk, csak még nem találtak meg minket. Beszédes az alapítvány, a névadó, pontosabban akiről eltetszettek nevezni, Regőci István, tehát katolikus pap volt, hosszú életet élt, és hát ő volt az első gyermekotthon, magyarországi gyermekotthon megalapítója, 43-ban elkezdte, aztán 47-ben. Nyilván összefüggésben van a névadással. Természetesen azért választottuk Regőci atya nevét, és hát az ő példáját. Olyan nevet kerestünk az alapítványnak, amely jól megkülönbözteti, és hát természetesen tükrözi a névadó az alapítvány célját. Regőci atya a háborús időszakban, sőt, 50-es években sem volt egyszerű az árvákat összegyűjteni és gondoskodni róluk katolikus szellemben. Többször került börtönbe is Regőci atya, részben a tevékenysége, részben a korábbi belgiumi kapcsolatai miatt, hiszen ő az első világháború után Belgiumban nevelkedett, és ott őt is katolikus papok fogadták be, ott határozta el, hogy később a árva gyerekek felkarolására szenteli az életét. Ha megengedi, a aukció minden kiállított tárgyra tettek ajánlatot? Azt hiszem, hogy egy-két tárgy talán maradt, de meglepő volt. Sok olyan tárgy 30-szoros áron kelt el, amire én nem is gondoltam volna. 20-szoros, 30-szoros árra fölment a kikiáltási ár. Volt olyan tárgy, amit én úgy gondoltam, hogy többért fog elmenni, de hát így is szép összegért kell, de még én magasabban reménykedtem, úgyhogy számomra is meglepő volt az eredmény. Az alapítvány hogyan tudja segíteni a koronavírusos árvákat, mert hát ez nem csak egyszeri segítség, ahogy olvasom, hanem ez a tanulmányok végeztéig tart, úgy, mintha sajnos elvesztett szüleik segítették volna őket. Igen, az alapítvány hosszú távú és személyre szóló segítséget kíván nyújtani, ez azt jelenti, hogy felnőtt korukig, és hát a legszegényebb családok természetesen havi rendszeres támogatást kapnak. Hát szeretnénk ennél jóval többet nyújtani nekik, mármint magasabb összeget, de hát mi is annyit tudunk szétosztani, amennyit sikerül összegyűjtenünk. Hát ez a fajta adománygyűjtés, ami az árverésre bocsátott tárgyak bevételéből származik, ez is az ő támogatásukra fordítódik. És hát vannak még kiegészítő támogatások, évente 2-szer karácsony előtt,
a nyári szünet előtt, illetve iskola kezdés előtt még további kiegészítő támogatást nyújtunk, és hát természetesen nem csak pénzbeli segítséget szeretnénk adni, hanem minden olyan segítséget, ami a gyermekek nevelkedése során felmerül. Ha kell pszichológiai segítségnyújtást, vagy jogi segítségnyújtást, vagy táboroztatási lehetőségek megteremtését, tehát igyekszünk sokrétű. Tehát akkor ez gyakorlatilag anyagi támogatást is jelent, de táborozást is, hogy tetszett mondani, vagy tankönyvekhez hozzájárulás, ne adj Isten, számítás, technikai eszközök beszerzése. Meglehetősen széles körű ez. Hányféle módon lehet támogatni az ifjakat? Hát szerintem bármilyen megoldás jó. Tehát valóban a támogatóink közül volt, aki felajánlott kulturális eseményen részvételt a gyerekeknek, van, aki táboroztatást, van, aki laptopokat, van olyan cég, amelyik a gyerekek szállításában, tehát a buszoztatásában nyújt segítséget, a legkülönbözőbb megoldások vannak. Ugyanígy a pénzgyűjtésnek is nagyon sok formáját találtuk meg. Van olyan támogatónk, aki divatbemutatót szervez, tehát így kerül sor a támogatások összegyűjtésére, pénzbeli adományok gyűjtésére, de volt már más jellegű tárgyi árverés is, aminek a bevétele az alapítvány számlájára folyt be. Hogy megy a felkutatása? Talán ez nem jó szó. A megkeresése azoknak a gyermekeknek, diákoknak, akik segítségre hát szorulnak, bár ez a szorulnak az olyan rossz, akiknél elkél a segítség. Hát a legjobb megoldás, hogyha minket találnak meg, hiszen nekünk nincs országos nyilvántartásunk az árvákról, tehát aki tud ilyen családokról, az akár közvetlenül az alapítványhoz fordulhat, illetve a családok figyelmét fölhívhatja az alapítvány elérhetőségeire, ez az interneten megtalálható. De tavaly évben volt egy országjárásom, ahol minden régióba eljutottam, és ott beszéltem a szociális területen dolgozó munkatársakkal, önkormányzati munkatársakkal, a gyermekjóléti családvédelmi területen dolgozó szakemberekkel, a karitatív szervezetek dolgozóival, tehát nekik van egy olyan országos hálózatuk, ahol tényleg minden gyermekről tudni fognak, vagy tudnak, és őket is kértem, hogy irányítsák hozzánk őket. Melyik gyermek a legfiatalabb, és talán a legkorosabb? Már hogyha ebben a korban lehet korosságról beszélni. Hát van olyan támogatottunk, több is, aki a várandós édesanyját veszítette el. Tehát a kisgyermek soha nem találkozott az édesanyjával. Valóban ezek a legszomorúbb esetek, de nagyon sok egyetemista támogatottunk is van, hiszen nem akarjuk megengedni, hogy tehetséges fiatal emberek azért ne folytathassák a tanulmányaikat, vagy szerezhessenek diplomát, mert anyagi nehézségbe ütközik a létfenntartásuk. Úgyhogy tényleg csecsemőtől a diploma előtt álló fiatalokig széles a spektrum. Hálásan köszönöm. Én köszönöm.